A Párbeszéd betiltaná a tűzijátékokat. Ön egyetérte ezzel, ez a nap kérdéseit a Naphírében? Igen, 84%-a önöknek válaszadóknak azt gondolja, hogy valóban be kéne tiltani szilveszterkor a tűzijátékokat, 16% pedig nem. Tehát nem mondtuk, hogy szilveszterkor, de ott van egy lakossági tűzijáték, nem augusztus 20-ról beszéltünk, az egy másik téma volna. Köszöntöm a vendégemet a stúdióban, Lendva Ildikót, az MSZP korábbi elnökét, Ónodi Molnár Dórát, a Jelen újságíróját, és Balogh Gábor újságírót. És ahogy szoktam, és mindig bejött eddig, már előre is köszönöm a mai beszélgetést. De mielőtt rátérnénk, lesz majd szó egy kicsit a tűzijátékokról is, meg a szilveszterről úgy általában. Nézzük meg egy bejátszást arról, hogy milyen bérváltozásokra lehet számítani 2023-ban. Nagy különbség lehet jövőre az egyes szektorok bérfejlesztései között. Valahol csak 5, máshol akár a 20%-ot is elérheti a fizetésemelés. Rolek Ferenc átlagosan két szemjegyű emelésre számít. Én egy olyan 12-13% körül gondolom, hogy az átlag lesz. Ez az érték ugye elmarad nyilván a minimálbéremeléstől, ami 16% volt, de azt hiszem ez normális is, hogy a legalacsonyabban keresőknek emeljük a legjobban a bérét az infláció mértékének megfelelően körülbelül. Mészáros Melinda hangsúlyozta, az emelés minden egyéb juttatással együtt értendő. Azt is mondta, ott, ahol nem működik érdekképviselet és gyenge a munkavállalók egyéni érdekérvényesítő képessége, évek óta nem volt bérfejlesztés. A kiemelkedő területeken viszont akár 20-27% közötti bérfejlesztések is lehetnek. Ezek olyan vállalkozások, amelyek egyébként a következő évekre is jelentős megrendelés állománnyal bírnak, és további fejlesztéseket és munkaerő felvételt is terveznek a következő évekre. Tehát ugye átlagos béremelkedésről beszélünk, a nemzetgazdaság egészére vonatkozóan is ebben azért nagy szórás van. A korábbi statisztikailag valóban megjelenő jelentős reálbéremelkedésekben benne volt az is, hogy voltak olyan szektorok, ahol kaptak egyszeri nagyobb juttatásokat például, vagy valóban vannak olyan kiskereskedelmi áruházláncok, ahol akár évente kétszer is, vagy háromszor is emelnek béreket, meghaladván az inflációt, de máshol, ahogy a bejátszásban is hallottuk, évek óta nem emeltek egy fillért sem. Igen, itt ebben, amit a bejátszásból is láttunk, engem három dolog aggaszt, még jó, hogy csak három, a jövő évi bérviszonyok tekintetében. Az egyik az, hát itt azért a százalékok elhangzásakor is néztünk egymásra, hogy ez azért komoly foglalkozási ágazatoknál most tömegesen jelent reálbércsökkenést, hát ahogy az inflációt satszoljuk, vagy ahogy akár hivatalosan is satszolják. A másik, ami aggaszt, hogy komoly létszámú állami ágazatokban, közlekedésben és itt tovább nincs meg még a megállapodás, tehát nem tudjuk, mi lesz a vége. A korábbi optimista megállapodások szerint csak 5% emelés járna, ami már tényleg gyalázatos volna. A harmadik pedig a közszolgálatban dolgozók, a pedagógusokról most nem is beszélve, ott ismerjük a problémát, de az, amit az egészségügyi szakdolgozókkal csinálnak, az most kibabrálás, hogy belengedték nekik hosszú idő után a nem csodálatos, de valamekkora béremelés, és most kiderül, hogy az csak júliustól van. Addig el fognak tűnni újabb ápolónők az ágyak mellől. Ha ránézünk erre az egész bérfejlesztés struktúrára, azt látjuk, hogy a legrosszabb gazda minden tekintetben az állam, tehát ahol igazán... Igen. elmaradnak a bérkövetések, azok az állami szereplők. Sajnos egyébként ez persze összefüggésben van azzal is, hogy mennyire erős az érdekérvényesítő ereje egy-egy foglalkozási csoportnak. Azt sajnos látjuk, hogy a szociális ágazatban dolgozók, az egészségügyben dolgozóknak egy része, mert az orvosoknak sokkal erősebb ereje van, és az orvosok annak ellenére kapnak most bérfejlesztést, hogy másfél évvel ezelőtt volt egy jelentős bérkorrekciójuk, és zárójelbe jegyzem meg, elég jól mutatja ez a bérfejlesztés is, hogy mennyire elértéktelenedett az akkor megtörtént bérfejlesztés, tehát hogy újra hozzá kellett nyúlni a rendszerhez. Tehát, hogy nagyon nagyban múlik azon is, hogy a egyes szakmacsoportok mekkora nyomást helyeznek a döntéshozókra. Ugye az orvosok, amikor megkapták egyébként jogos bérkorrekciójukat másfél évvel ezelőtt, az egy olyan időpillanatban volt, amikor azt hiszem ki lehet mondani, hogy az egészségügy akkor is ott össze volt omolva, annyira
nehezen küzdöttek a Covid-dal és a létszámhiánnyal, és az egész elviselhetetlen volt, és akkor ezt meglépte a kormány. Ugye akkor az még kapcsolódott az úgynevezett egészségügyi szolgálati jogviszonynak a bevezetése is, amelynek nyomán az olyan korlátokat tartalmazott, hogy több ezeren hagyták el a Covid kellős közepén. Orvosok, de most újra ez lesz, mert szigorítják, kapnak megint béremelést, de újból szigorodik ez a kvázi katonai fegyelemhez közelítő munkaadói követelmény. Az állam oldaláról, bocsánat Gábor, egy pillanat, csak még egy szempontot esetleg felvetnék. Az állam oldaláról eddig, vagy nem eddig, tehát egy korábbi gyakorlat szerint mondjuk volt egy megállapított minimálbér, arra épültek bértáblák, a minimálbérnek a változása az automatikusan a bértáblának a számait is tolta föl. Jobb esetben ezzel volt azért számos kivétel. Pedagógusok például rögtön kivételek. Igen, igen, de azért ezt hozzászoktunk mondjuk 1990-től kezdve, hogy van egy ilyen fajta mechanizmus, ami automatikussá teszi a bérek értékállóságának a megőrzését, vagy legalább valamilyen fajta dinamikáját nyilván pozitív irányba. Ez sok szempontból rugalmatlan is volt. Nyilván, és nem lehetett mindenhol alkalmazni, de ettől függetlenül ez a fajta kiszámíthatóság sincsen meg. Vagy lesz béremelés, vagy nem. Vagy ennyi lesz, vagy annyi lesz. Most, hogyha csak az állami, vagy az önkormányzati szférára gondolok. És hát most fog kiderülni, hogy mekkora böjtje van annak, hogyha hosszú éveken keresztül viszonylagos gazdasági stabilitás, meg prosperitás idején a nagy alrendszerekben, állami alrendszerekben dolgozók bérét nem emelik jelentősen. Két okból, az egyik az a triviális, hogy amikor baj van, és a költségvetési bevételek csökkennek, kiadások nőnek, stb., akkor ugye lényegesen nehezebb bért emelni. Ez a triviális. Ennél van egy még veszélyesebb dolog, ugyanis az infláció, ugye az borzasztóan felpörgött. Na most, hogyha bért emelnek, az tovább fogja fűteni az inflációt. Igen ám, csak hogy borzasztóan alacsonyan vannak tartva a bérek. Tehát, hogyha ezt lépcsőzetesen emelték volna az elmúlt években, akkor most nem kéne hirtelen ekkorát emelni rajta egy őrületesen felpörgő infláció kellős közepén. Tehát ebből látszik, hogy előbb vagy utóbb ezeknek az elmaradt bérfejlesztéseknek az árát meg kell fizetni, és most a lehető legrosszabb pillanatban kell megfizetni. Ja, úgy tűnik, hogy nem is nagyon fizetnek meg, mert valójában reálbér csökkenésről lehet beszélni. 14-16%-ot. A kormány fizeti meg, az biztos, hanem azok, akik ezekben a rendszerekben dolgoznak. A piaci szereplők azért igyekeznek korrigálni, azt lehet érzékelni, hogy ahol tudnak építeni vásárlóerőre, ahol van munkaerőhiány, ott megpróbálják azért valamennyire versenyképesen tartani a fizetéseket. Az állami dolgozók azok nagyon-nagyon nehéz év elé néznek, és hát hiába mutogat Rétvári Bence a baloldali pártokra, hogy ő miattuk nincsen bérfejlesztés a pedagógusoknak. Ezt az abszurdot valószínűleg nem igazán hiszik el a választópolgárok sem, legfeljebb azt mondják, hogy hát a pedagógusoknak erősebben kellene érdekérvényesíteni. Ugye Rétvári Bence a mai Magyar Nemzetben megjelent interjújában beszélt arról, hogy Magyarország teljesített, tehát már befejezett múlt időben teljesített minden vállalást Brüsszel felé annak érdekében, hogy megérkezzenek azok a pénzek, amelyek, tehát ezek ugye más országok adófizetőinek a pénzét, tehát csak így rögzítsük tényleg alapfogalmi szinten a dolgot, hogy ebben az országban viszont abból volna egyébként infláció követő béremelés, az egyik legnagyobb állami a rendszerben, az oktatásban. Tehát ez ráadásul nem néz ki olyan furán, hogy azért, mert más országok nem fizetnek nekünk, ezért a saját hazánk nem tudja megőrizni a pedagógusokat. Hát, pláne attól a kormánytól fura, amelyik állandóan a szuverenitását hangsúlyozza, és hogy mindenben a szuverenitás felé akarná elmozdulni, sőt, neki már az Európai Uniós tagság is egy szuverenitási kérdés. Talán lehet, hogyha Orbán Viktoron múlna most, és nem lennénk tagok, akkor lehet, hogy el is kerülni azt, hogy belépjünk, bár persze ez a mi lett volna, ha a kérdése, ezt kár feszegetni, de lényegében egy olyan közpolitikáról beszélünk, ami még az uniós szerződéseken belül is nemzeti hatáskör. Tehát nem akarnak beleszólni kívülről, hogy hogyan akarja igazgatni az oktatását egy ország. Tehát teljes képtelenség, hogy ezt uniós pénzek, fejlesztési pénzek. Igen, azon gondolkodik, ilyen álnaivan közeled vagy, de és akkor mire is való az állam, ha a saját alkalmazottjait nem tudja eltartani, csak más országok pénzéből, ha a saját szociális feladatait kiszervezi, mint tudjuk, lásd az elfekvő osztályok betegeinek sorsát, akiket egy fizetős rendszerben nyomnak bele, de hát akkor, kedves állam, minek tetszik lenni? Csak a rendőrség? Hát azért... Meg minek fizetünk ennyi adót? Tehát, hogyha
az állam leépíti a szolgáltatásait, és ránk bízza a polgárokra azt, hogy igen, tanítassuk a gyereket, válasszunk magánegészségügyet, egyébként vigyük a magán szociális ellátásba a családtagjainkat, akkor miért, minek fizetek adót? Hát igen, egyébként tehát azért nem is volna ördögtől való, hogy más országok adófizetőinek pénzéből van. Ez egész uniós mechanizmus, meg az egész unió rendszere azért úgy működik, hogy ezt a nálunk fejlettebb, gazdagabb országok vállalták, piacot is szereztek vele. A fejlesztést és a felzárkóztatást vállalták, nem a közalkalmazottak fizetését. Nyilván, persze, ez egyértelmű, csak hogyha azt veszük, hogy más országok adófizetőinek pénzéből állami feladatot hajtanak végre, a fejlesztés is állami feladat. Önmagában nem is ez a gond, hanem az, hogy gyakorlatilag teljesen, most már szerintem egyébként lassan mind a két oldalról egyébként, azért meg lehet fogalmazni kritikát az uniós oldal felé is, egyre kevésbé belátható az, hogy mikor lesz ennek az egész alkudozási mechanizmusnak vége, és hogy akkor most ezekre az összegekre számíthat-e az ország, vagy sem. Szerintem a lehető legrosszabb állapot a bizonytalanság, mert azt a piac nem tudja beárazni, ezért liftezik a forint össze-vissza, mindenféle lassan már egy-egy akár magyar oldal, kormány oldalról, akár uniós oldalról egy fél mondat már löki a forintot föl, vagy taszítja le a mélybe. De ebből a tekintetben nyilván egyrészt az uniónak van egy világos igénye arra, hogy a Magyarországon intézményesült korrupciót szorítsák vissza. E tekintetben papíron születtek intézkedéseket, ez bizalmi kérdés. Tehát 12 év ilyen rendszer után ugyan miért bíznának bármiben is meg ebben a kormányban? Na de akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy akkor mit kéne tenni? Tehát ez egy nagyon nehéz dilemma, mert ha egyszer pontosan tudják, hogy ennek a jelenlegi rendszernek szerves része az intézményesített korrupció, akkor ha ettől a rendszertől és ennek a rendszernek a vezetőitől, ettől a kormányzattól várnak rá a megoldást, akkor milyen megoldást fogadnának el? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert valójában az történik, hogy amiket ők papíron ajánlanak, annak a jelentős részét az a kormányzat valóban végrehajtotta, csak miért bízzanak meg bennük? És akkor még nem beszéltünk azokról a politikai feltételekről, ugye, amik a háború kapcsán, a szankciók vagy a közös hitelfelvétel kapcsán vannak, amik elvileg nem voltak részei ennek az alkú folyamatnak, és mindkét oldalról részévé tették. Közben megjelent a magyar közlönyben a 2023-as költségvetésnek a módosítása. Nézzük meg, hogy mire számíthatunk majd. A már elfogadott nyári törvényhez képest 2610 milliárd forintra duzzadt a rezsivédelmi alap. A költségvetési hiányt 8,5, míg a hiánycélt 3,9%-ra emelte a kormány. A növekedési előrejelzés ugyanakkor maradt 1,5%. A nyugdíjakra 600 milliárd forinttal juthat több, mint azt a kabinet a nyáron gondolta. Az ÁFA bevételekből pedig további 900 milliárd forint folyhat be a büdzsébe. Új elemként jelent meg, hogy a kabinet az energiaágazat osztalékaiból is több mint 100 milliárd forintot vár. Az önkormányzatok viszont készülhetnek a nadrágszíj meghúzására. Az utak és járdák felújítására elkülönített összeg teljes egészében eltűnt a büdzséből. Kompenzációt ugyan kapnak az energiaárak miatt, de az nem fedezi a kiadásokat. Sok helyen már a kötelező feladatok ellátása is falakba ütközik. A pénzügyminisztérium szerint a 2023-as büdzsé a rezsivédelem költségvetése lesz. A DK szerint viszont a megszorítások költségvetése érkezhet. A kabinet legkésőbb január közepéig a parlament elé terjeszti a módosításokat, hogy azokat az országgyűlés is jóvá hagyja. Tegyük hozzá, hogy a mindenféle vészhelyzeti jogosítványokkal önmagát felruházva a kormány, illetve a miniszterelnök úgy írta alá ezt a rendeletet, hogy az január 1-ével hatályba lép. Tehát lesz egy hatályba lépett költségvetésünk január 1-ével, amiről aztán majd néhány héttel később parlament ez egy szemfényvesztés, szóval innentől már még arcul is csapnak. Már a rendeleti költségvetés is csak katonai diktatúrákban szokásos, ha egyáltalán. És most még eljátsszák, hogy utólag a parlament majd csinálhat vele valamit, majd pont a fideszes többség fog ehhez érdemben hozzányúlni, úgy, hogy ahogy helyesen mondja, a rendelet már érvényben van. Nem ugyanannyi bizonytalansággal, mint a nevetséges módon nyáron elfogadott költségvetés, de elég sok bizonytalansággal többek között tényleg, hogy a kormány most alibizik majd, vagy teljesíti az uniós elvárásokat, hogy
egyéb kérdőjeleket ne is mondjak, az azért jelentősen fogja befolyásolni a költségvetés alakulását, tényleg a pedagógus béreket is, de még ezen túl sok minden más, miközben az előlegeket elkezdik kifizetni. Innentől megint csak egy, nem emlékszem, hogy volt már rá példa, egy olyan helyzet állt elő, hogy a költségvetési tanács két tagja, most nem rugózom azon, hogy Matolcsi véletlenül megy el pont most, egyébben egyszer vagy nálunk kétszer van ilyen dolga, mindegy, zárójelbe zárva, de a költségvetési tanács maradék két tagja, az hát nem nevezhetők illojális embereknek, hogy finom legyek, és komoly kockázatokat jelölnek meg ők is, a bevételi és a kiadási oldalon is. Engem a bevételi lévő oldal kockázatai aggasztanak jobban, mert hát azt velünk fizettetik meg. Tehát olyan hihetetlen mértékű SIA és ÁFA növekedést terveznek be, ami csak akkor lehet, ha az infláció nagyobb, mint amit ők most ígérnek. Ez a költségvetési rendelet, ez mint cseppben a tengert mutatja a nemzeti együttműködés rendszerét, ugyanis a költségvetés az a közösen összedobott pénzünknek a törvénye lenne. A demokratikus mindennapok szempontjából a legfontosabb törvény, hogy mire költik el a pénzünket. Ehhez képest ez nem egy törvény. Csak tegyük hozzá, hogy nem tudom, hogy erre emlékszünk-e, tehát azért az egy régi hagyomány, amely 90 óta lehet ilyen hagyomány, nem alkalmazták egyébként soha, de hát, hogy a költségvetést a parlament nem tudja megszabott időn belül, illetve újrázással elfogadni, igen, akkor köztársasági elnök feloszlathatja bizony, a parlamentet. Bizony, ilyen fontos törvény. Igen. Nem véletlenül igen, pont erre pontosan, igen, erre is próbálok utalni, hogy ez egy mennyire fontos törvény lenne. Ehhez képest Orbán Viktor egy rendeletben közli az alattvalóival, mondjuk így, népével, egy nappal szilveszter előtt, hogy a 2023-as költségvetés hogy fog kinézni. Szerintem ez mindent elmond arról, hogy működik a... Ettől függetlenül azért volt korábban is olyan, tehát egy elfogadott költségvetés évközben, hogyha valamilyen fajta aktualizálásra vagy alkalmazásra... Parlamentáltal egy sokkal kisebb volumenben, mint... Egy kisebb volumenben, de mondjuk akár a pénzügyminiszternek is volt lehetősége arra korábban is, hogy egy kisebb keretben, de mondjuk sorok között átrendezni. Az törvénymódosítás volt. Nosztalgikus érzéseket keltett ez egyébként, mert nekem az államvizsgám jutott eszembe, ugyanis én a törvényerejű rendeletből volt az egyik kérdés, abból államvizsgáztam, és bizony az ugrott be. Tehát amikor megígérték azt, hogy majd a parlament ezt utólag jóvá hagyja, akkor ez bizony pontosan az egyetemen így tanultuk, ez volt a törvényerejű rendelet, amit az elnöki tanács kibocsájtott, és utólag a parlament megszavazta, és annak is körülbelül egyébként akkora tétje volt, mint annak, hogyha most az országgyűlés elé bekerülne, hát egy 101%-osan lojális kétharmadról beszélünk, simán meg tudnák szavazni így is. Itt most arról is van szó, hogy ahogyan 89 előtt sem gondolt a hatalom, hogy az országgyűlésnek egyáltalán akár csak szimbolikusan is oda kell adni a kezébe ezt a kérdést, ez a hatalom is úgy gondolja, hogy nem. Az a biztos, mert legalább nem vitatkoznak rajta, kevesebbet beszélünk róla. Most beszélünk, de gondoljuk egy hosszú költségvetési vitára, mennyivel többet tudnak erről beszélni. Az őszi ülésszaknak volt mindig a vitája a korábbi időszakban. Adótörvények költségvetése. Hetekig, sőt hónapokig zajlott. Ez egy nyilvános vita volt, amit tudjuk majd folytatni még ezt a témát egyébként a műsor következő részében, mert most egy pici szünetre elmegyünk. A Párbeszéd betiltaná a lakossági tűzijátékokat, ön egyetérte ezzel, ez a napkérdése. Nézzük a válaszokat. 85% ebben a kérdésben Párbeszéd támogató, 15% viszont nem. Ez radikálisan eltér egyébként a pártválasztási hajlandóságtól. Néhány perc is jövünk vissza. A Párbeszéd betiltaná a lakossági tűzijátékokat. Ön egyetérte ezzel, ez a napkérdését a Naphírében. 85%-a önöknek válaszadóknak mondja azt, hogy igen, 15%-a viszont azt mondja, hogy nem. Negyed óra van még a műsorból, a közösségi felületeinken még addig szavazhatnak. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk. Mondom nekik, hogy vendégem a stúdióban lent van Ildikó, az MSZP korábbi elnöke, Onodi Molnár Dóra jelen újságírója és Balogh Gábor újságíró. Velük folytatjuk a beszélgetést, mégpedig egy mondat erejéig még ott, ahol abba hagytuk. A 2023 a rezsivédelem költségvetése, mondta ezt a kormány, a pénzügyminiszter, és január 1-én hatályba lép rendeleti úton, hozták létre jelen formájában, de azért egy pár héttel később a parlament majd még beszélget róla, igazából nem tudjuk, hogy a szünetben derült ki számomra, hogy milyen jó, hogy két, sőt három újságíróval ülök itt együtt, mert megfejtették nekem a rejtét, mert azt nem értettem ebben a rendeleti költségvetésben, hogy
úgyis mindent megszavaz nekik a frakciójuk, hát most mibe került volna novemberbe bevinni a parlamentbe, ugyanott tartanánk. És a kollégák megfejtették, hogy azt nem akarják, hogy egy hetekig tartó vita, akkor minden este téma a híradóban, megjelennek az elemzések a lapokban, tehát nem a saját képviselőiktől félnek, azoktól nincs mit, hanem a nyilvánosságnak az ilyen típusú hosszabb figyelmétől. Mi fejtettük, meg én nem is tudom, hogy hízelgőnek vegyem egy politikustól, hogy az újságíró megfejtette a politikusi logikát. De... Mit csináljunk? De elég régóta nézzük a műsort, az kétségtelen. Ildikó említette az előző adás részben, hogy nagy magas inflációval számol ez a költségvetés, és ez egy nagyon fontos része annak, hogy miről beszélünk, és hogy miért antidemokratikus ez az egész, ahogy a Fidesz, illetve Orbán Viktor ezt az egészet intézi. Ugyanis a magas inflációval számolás az egyfajta megszorítás, tehát azon keresztül fog sokkal több adóbevételre szert tenni és bekaszírozni az embereken az állam. Igen. És úgy fogja azt elkölteni, mivel hogy ugye úgy fogja azt elkölteni, hogy nincs mögötte törvényi szöveg, hogy mégis mire fogja azt a megemelkedett az infláció miatt sokkal nagyobb várható áfa bevételt elkölteni például. Igen. Szóval ez valami egy igazán igen, problematikus nekem még az ugrott be, ugye az előbb említettem, hogy nekem eszembe jutott, hogy én államvizsgáztam a törvényerejű rendületben. Minden kormánytag a maga évfolyamtársa volt, mert innen tanulták. Lehetséges. Bár ők azért idősebbek, mint én, de hogy tanulták valószínűleg, az biztos, mert a nagy részük jogász. Én történelem szakon tanultam, de biztos, hogy ők is tanulták, sőt, ők még úgy tanulták, hogy akkor ez egy létező. Hogy kell csinálni. Jogintézmény volt, ugye, aminek az volt a lényeg, hogy kiadták csak a rendeletet, az elnöki tanács, és azt az országgyűlés később jóvá hagyta. És ugye a rendszerváltás egyik sarokköve volt, amikor ezt eltörölték még 1989-ben. És nekem az jutott eszembe, hogy egyébként idén ünnepeljük az aranybulla kibocsátásának 8% évfordulóját, amit elég komoly ünneplés is kísért, meg hát egy, én még nem láttam a filmsorozatot, tehát nem nyilatkozom róla, de hogy még ez is készült, és ez a kormányzat kifejezetten büszke arra, hogy ők a magyar történeti alkotmányosság örökösének vallják magukat. Hát boldog születésnapot, magyar alkotmányosság. A 800. évfordulón sikerült visszatérnünk ehhez a derékpártállami jogintézményhez. Menjünk tovább azzal, hogy gyászol a foci világ, a sportszerető világ, azok is, akik eddig csak a tévében láttak meccset, és hát jó ok van rá, hogy miért. Nézzük. Zászlókkal a kezükben mentek ki az emberek Pelé egykori futballklubja a Santos stadionja elé, amellyel a brazil futballlegenda számos kupát elnyert. Megdöbbenéssel olvasták a brazilok Pelé halálának hírét Rio de Janeiroban is. Borzasztóan elszomorított a hír, imádtam, ahogy játszott. Mindig is nagy rajongója voltam, ő volt a futball királya, igazi bálvány, mondta ez a brazil tinédzser. São Paulo egyik leghíresebb épületére minden idők legjobb játékosának portréját vetítették ki, így tisztelettek az emléke előtt. A FIFA Zürichi központjában félárbusz rengették az zászlókat Pelé tiszteletére. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke szerint azok is szerették a brazil futballcsillagot, akik már nem látták játszani. We lost Pelé. Elvesztettük Pelét, a királyt, emiatt ürességet érzünk, szomorúak vagyunk. Valójában azonban soha nem fogjuk őt elveszíteni, mert örökké velünk marad, mondta Gianni Infantino. A brazil kormány 3 napos gyászt hirdetett Pelé halála miatt. Meg lehet-e fogalmazni, hogy mi volt Pelé a focinak? Mit tette őt azzá? Ami most az egy dolog, hogy 30 éves és 3-szoros világbajnok, tehát ezek a 30 évesek, hogy Paul McCartney még nem volt 30, amikor már felosztott a Beatles, tehát hogy 30 év alatt meddig el lehet jutni 3-szoros világbajnokságig, de hát azért azóta is eltelt 52 év, hogy ő harmadjára is világbajnok lett, és mégis tudott olyan példát mutatni. Pedig azóta azért focista generációk, sportoló generációk felnőttek, és mégis ő maradt az, aki volt. Hát szerintem Pelé volt, aki az utolsók között ment el, azok közül, akik megteremtették azt a futballt, amit tulajdonképpen mai formájában ismerünk. Tehát azért a nagyon kevés felvétel maradt ránk mondjuk a 20-as, 30-as évek fociáról. Akkor is milliók szerették, de hát javarészt rádió közvetítések voltak. Az emberek azt a futballt látták, amit kimentek a lelátóra és megnéztek.
és a legtöbb világklasztist az emberek nem látták a Pelé előtti korszakban. Tehát tulajdonképpen az, ő volt az az első generáció, aki a Puskásiknál egy picit fiatalabb volt, amikor már elterjedtek a televíziós közvetítések, már Puskásikat is lehetett filmhíradókban látni, ugye Peléket pár évvel később, már főleg nyugaton, ahol elterjedtebb volt a televíziózás, milliárdnyi ember, százmilliók és milliárdok látták, és látták azt is, hogy egy olyan új focit teremtett meg ő és a generációja, csak valószínű, hogy nem valószínű, egyértelmű, hogy ennek a generációnak ő volt a legnagyobb alakja, amely tulajdonképpen lerakta az alapjait annak a játéknak, amit ma futballnak nevezünk. Ez az egyik szerintem, ami miatt egy kiemelkedő figura volt, és a másik pedig az, hogy ő azért a fociról alkotott sporton kívüli képet is nagyon komolyan formálta. Tehát ő az, megint csak az első közé tartozott, akik azt hiszem, hogy fölismerték azt, és tudatosan törekedtek is, tehát példaképek legyenek. Ez egy nagyon fontos dolog volt. És nem csak arról van szó, hogy azért példakép valaki nem meggazdagodott ebből és híres ember lett, hanem az, ahogyan ő viszonyult a fiatal tehetségekhez, ahogyan ő viszonyult általában azokhoz, akik hozzásolóan szegényebb sorból jöttek, de nem csak azokhoz. Nézzük csak meg, hogy hányan posztolnak most a közösségi médiában, Pelénél 25, 35, 45, 50 évvel fiatalabb embereknek van közös fotója Pelével. Nagyon sok focistáról nem lehet elmondani, akik fiatalabbak voltak, mint Pelé, mert nem biztos, hogy szóba álltak már a fiatalabbakkal, nem biztos, hogy annyira érdekelte őket. Tehát Pelé ez egy jelen valóság volt az utolsó néhány hónapig, amikor már nagyon beteg volt annak a kivételével. Hát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog. Az, hogy ő honnan érkezett már így a családi, szociális, vagyoni, hát a totális vagyontalanság, tehát ezt értsük vagyonnak, tehát a vagyoni hátterét tekintve is, hogy hová jutott el, és hogy milyen módon lett ő példaadó emberként is, nem csak sportemberként, nem csak labdarúgóként, ennek van jelentősége? Ez is a modern médiakornak a terméke, hogy ezt ennyire át tudjuk élni? Szerintem van jelentősége, és jó lenne, ha át lehetne venni ebből a hagyományból valamit, amikor 2010-ben Orbán Viktor átvette a kormányzást, és hosszan beszélt szenvedélyéről, a fociról. Egy kicsit reménykedtem benne, hogy amikor ő az utánpótlásról is a magyar foci újra tündökölni fog, ugye ígérte, erről beszélt, akkor ez foghatni tényleg példaképeknek a kinevelésével, és azzal, hogy ezt a sportot, meg egyébként más sportokról is beszélhetünk, elviszi azokba a rétegekbe, ahol egyébként esélye nincs a gyerekeknek semmilyen olyan dologra, ami leköti az idejüket, ami az iskolán kívül fejleszteni őket, és a sport az ebből a szempontból egy nagyon fontos út lenne, és Pelé életútja is mutatja, de ahogy Gábor említette, hogy ezzel nagyon tudatosan élt is, hogy megszólította ezeket a fiatalokat, hogy van a tengés-lengésen meg a bandázáson kívül más értelmes út is. Kár, hogy egyébként Orbán Viktor csak a szavak szintjén beszélt az utánpótlás nevelés fontosságáról, mert az látszik, hogy a magyar szegény falvakban a gyerekek épp úgy nem tudnak, esélytelenek, hogy egy klubhoz csatlakozzanak az anyagi kiszolgáltatottságuk miatt, mint korábban. Igen, de Pelé valóban részben azért is tudott szinte népmesei hőssé válni, mint a szegény ember fia, vagy a legkisebb királyfi idézőjelben, mert mindenki számára egy ilyen felemelkedés étoszt sugalt valamilyen módon. Fura dolog a foci, én abszolút nem értek hozzá, ezért nem is tudnám a szakmai teljesítményét méltatni, de különösen rossz szociális szerkezetű társadalmakban szinte az egyetlen társadalmi lift, ami fölfele tud repíteni valakit, aki esetleg olyan iskolához nem jut, olyan környezete nincs, de ha valamilyen sporttehetséget mutat, akkor még a diktatúrák is érdekeltek abban, hogy belőle hőst csináljanak. Valóban az jutott eszembe róla, amit mondasz, hogy jó, hogy van ez a társadalmi lift, és jó, hogy erre Pelé egy példa, de azért egy kicsit többfajta társadalmi lift is jó volna, Latin-Amerikában, meg Magyarországon is. Minden esetre, hát a videó megosztókon rengeteg felvétel van róla, és ezeknek a nézettsége most fel is pörög, és csatlakoznak ezekhez, nézzenek meg néhány régi felvételt Peléről, és forduljunk rá a szilveszterre, ami lehet, hogy nagyon hangos lesz, mint eddig volt már a durogásokat tekintve, de olcsóbb semmivel sem. Nézzük. A
A hagyomány szerint a lencsefőzelék sok pénzt hoz a házhoz új évkor, azonban aki ilyet akar készíteni, annak mélyebben a zsebébe kell nyúlnia, mint a korábbi években. Egy zacskó lencse 900 forintba kerül az árusoknál. A sertésláb kilója 1399 forint, a sertésfül kilója 3199 forint, a sertéslapockáért pedig 3199 forintot kell fizetni ennél a budai hentesnél. Mesteri mozdulatok, a tökéletes dugóhúzás majd durranás nélkülözhetetlen része a szilveszteri hangulatnak, ahogyan sokak számára a szilveszteri pirotechnika is. Egy nagyobb tűzijáték telepért közel 50 ezer forintot kérnek az árusok, ez a rakétacsomag pedig 18.500 forint. Idén a legkeresettebbek a tűzijáték telepek, az árak azonban borsosabbak lettek. Tavalyhoz képest sajnos körülbelül 40%-kal drágultak. Van olyan termék, aminél ez a drágulás a 100%-ot is eléri, de az átlagot tekintve ez masszívan 40%-os drágulás jelent. Míg a pezsgő 19%-kal drágult tavalyhoz képest, addig a bulik nélkülözhetetlen előétele, a sajtos pogácsa 44%-kal lett több a pénzcentrum számításai szerint, de szinte minden szilveszteri ételért többet kell fizetni. Virsliről külön nem volt szó, elárulom, drágább lesz az. Igen. Megdöbbentek. Igen. Hát illeszkedik a infláció, élelmiszerinflációs hullámba az, hogy szilveszter napján is többet fogunk fizetni az élelmiszerért, mint ahogy az év minden napján többet fizetünk, és egyre többet fogunk fizetni. Én nem ejtek krokodilkönnyeket azért, hogy a pirotechnikai eszközök is megdrágultak, bár hozzáteszem, hogy... párbeszédszavazó vagy. Hozzáteszem, hogy szerintem ez betiltani igazából nem lehet. Ez annyira része a évvégi óév búcsúztató szertartásoknak, hogy az emberek ilyen-olyan ökörködésekkel, tűzi játékkal megünneplik az év végét, hogy szerintem ezt nem lehet betiltani. Én nem törekednék. Hogy általában már jó részük részeg akkor, amikor robbanó eszközöket nekalágyújt. Igen. Igen. Gyakorló nagymamaként kiegészíthetem azzal, hogy nem csak a pirotechnikai eszközök és a virsli drágult, hanem kérem szépen a papírtrombita is. Már 3000 valamennyi egy ilyen komolyabb darab. Ez még nem, én nem értem még így, de köszönöm, hogy, hogy mondja, mert lesz egy érvem a gyerekeimmel szemben, hogy hát ez most inkább virsli, lett. Gyerekek virsli. Igen. Vártam is, hogy közézetjavításként a kormány egy napi ársapkát tesz a papírtrombitára, de csalódnom kellett. Na de azért az vigasztaljon minket, hogy éjfél után bármit eszünk vagy iszunk, azt abban az évben a legolcsóbban fogjuk tenni. Mert már később még drágább. Jövőre csak drágább. Hát úgy kell enni meg inni éjfél után, hogy tudjuk, hát, hogy majd nagyon olcsón tesszük ahhoz képest, amilyen lesz. Pozitívan kell hozzáállni. Mindenben meg lehet találni. Helyes. Hát ez újévi jó kívánságnak elég rövid szavatosságú, de valid, amit mondtál, ez kétségtelen. A Párbeszéd betiltaná a lakossági tűzijátékokat, valószínűleg a következő 24 órában már erre nem lesz módja, hiszen nem valószínű, hogy kormányra fog kerülni a párt. 85%-a viszont ebben a kérdésben egyetért a kezdeményezéssel, 15%-ban viszont nem. Remélem azért mindenki, aki használni fog ilyen eszközöket, tekintettel lesz arra, hogy vannak olyan emberek, akiket ez vagy nagyon zavar, vagy egész egyszerűen a biztonsági előírásokra maximálisan odafigyelnek, tegyenek így. Hogyha valaki még marad itt nagyjából este 10-ig, azzal fogok tudni találkozni még ebben az esztendőben, akivel nem, és most zárja a tévézést, vagy az ATV-nek a követését, annak boldog új esztendőt kívánok, mint hogy vendégeimnek, Lendvai Ildikónak, Onodi Molnár Dórának és Balogh Gábornak, és akinek köszönöm ezúttal is ezt a beszélgetést. Viszontlátásra! Köszönjük.